Ma ismét rendhagyó módon ünnepeljük az idősek világnapját, hisz amellett, hogy a tiszteletünket fejezzük ki szépkorú vendégeinknek, intézményünk egy sikeres pályázat kapcsán olyan eszközökkel gyarapodott, melyeket az önökért végzett munkánk során tudunk hasznosítani. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is önöket, azokat is, akik más elfoglaltság vagy esetleg egészségi állapotok miatt nem tudnak ma jelen lenni. Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, illetve nyilvánította ezt a napot az idősek világnapjának. Azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Földön élő mintegy 600 millió 60. életévét betöltött emberről. Köztük Magyarországon több mint, vagy közel 2 millió időskorúról, szépkorúról beszélhetünk. Amikor már nem érzi azt, hogy szükség van rá, és amikor már nincsen rábízott feladat. Az én gyerekkoromban elvárt dolog volt, hogy a nagyszülők vigyáznak a gyerekekre. Az egész nyaramat, valamint az iskola utáni délutánokat a nagyszüleimmel töltöttem. Azt nem tudom, hogy ők boldogok voltak-e attól, hogy a nyugdíjas éveimet rámáldozták, és abban sem vagyok biztos, hogy mennyi volt ez így. De én nagyon boldog voltam velük. Nem játszottunk fejlesztő társas játékokkal, nem kézműveskedtünk, egészséges életmódra sem neveltek. Egyszerű dolgokat vártak el tőlem. Például, hogy az utcán mindenkinek köszönni kell. Vagy, hogy legyek jó tanuló. Mert a megszerzett tudást már nem vehetik el tőlem. Vagy, hogy az étel, amit minden nap megeszünk, értéket képvisel, mert ők tudják, milyen az, amikor nincs. Egy olyan időutazásban lehet részünk, amelyben a legalapvetőbb, de egyben a legfontosabb emberi értékek dominálnak, melyeket egyre inkább közhelyesnek vagy magától értetődőnek tartunk ebben a felgyorsult világban. Az idősek világnapi alkalmát megragadva annyit ígérhetek, hogy nálunk szeretetre és odafigyelésre lelhetnek. És bár nyilván ilyen kevesen nem változtathatunk a negatív sztereotípiákon, de a munkatársaimmal hisszük, hogy az időseknek helyük van a társadalom és a fiatalabb generációk életében is. Az év minden napján pedig azon dolgozunk, hogy ezt önök is elhiggyék nekünk. A lábukon az asszonyok táncba nagyon-nagyon ritkán elvétve húztak csak papucsot. Mindenhova papucsba mentek, de misére, meg a lányok bálba nem, mert hát azért a kocsma udvaron fölrúgták a port, azt nem nagyon szerették. Sok szoknyás viselet a miénk, az ugye eleve látszik is. Fehér, keményített, nagyon keményített alsó szoknyát használtak, hát végül is majdnem. Ugye rozsáit mutatjuk, mert azt tudom, hogy nagyon kemény. Karton most nincsen, de van képfestő. Itt lehet látni, természetesen ez is díszített. És hát a jellegzetesség ugye az, hogy a szívába a piros rózsa. Piros rúzsa, meg a rúzsaszín dominál, a szomorúba meg a rózsák általában lilával vartak, elvétve kékkel, de hát ott lila és kék árnyalatok vannak, bordókkal, egy-két nagyon kevés sárgával. Készülhet valamilyen sejem anyagokból,
tehát olyan méteranyagokban, amit gyári anyagból és díszítéssel. Nem tudom, a sárközben obligációnak, nálunk applikációnak hívjuk ezt a fajta díszítést, és különböző síkokkal, én rajtam is ilyen van, ez is püsvirágú düsesz és díszített. A cifragyöngyös, fehérgyöngyös, sőt szomorú gyöngyös fityula is van, és ünnepi alkalmakra táncolsz a legények, fiatal emberek, fiatalabbak, mint a Feri. Ilyen díszített, cifrapapokos díszítésű, és én szoktam mondani, hogy ez mind vendég ez a díszítés. Na. Most már nagyon modern vendég, de patenttal kapcsolták oda, hiszen az inget ugye ki kellett mosni, de a hímzést, a színes hímzést, azt nagyon vigyázni kellett rá, minél kevesebb szer kelljen mosni, és hát a kalap elmaradhatatlan. És eljöttek hozzánk. Szerintem mindannyian nagyon-nagyon jól éreztük magunkat önökkel, és elhozták nekünk a vidámságot, és akár nyugdíjasok, akár nem, de a fiatalságot is vele. Köszönjük szépen! Életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, és milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, és az öreg ember óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amelyek a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt. Az öreg ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték. Nem azt nézték, milyen mulandó a teste, hanem hogy ki lakik benne.